A képeken jól látszik, hogy a teherautó sofőrje akkor sem állt meg az átjáróban, amikor már biztosan hallani lehetett, hogy jött a vonat 2020 nyarán Simontornyán. A férfi szerencséje az volt, hogy lassan haladt át a sineken, így nem a kocsi oldalát kapta el a szerelvény, és nem lett tragédia a balesetből. Néhány nappal később ugyanott készült ez a felvétel. Piros karika jelöli a szabálytalanul közlekedő terepjárót. Először áttöri a sorompót, majd rákanyarodik a sinekre, és elindul azokon. De szinte azonnal le is tért. Ekkor jelenik meg a hatalmas sebességgel elhúzó vonat. Csak egy pillanaton múlt, hogy nem történt tragédia. Simontornyán mindkét esetben jól működött a jelzőlámpa. A sofőrök mégsem törődtek azzal. 2022-ben idehaza, április 11-ig már 32 vasúti átjárós baleset történt a kressz megszegése vagy figyelmetlenség miatt. Ezek során 16-an meghaltak. Ez hatalmas szám úgy, hogy még az év első 4 hónapján vagyunk túl. Évente körülbelül 16-17-en szoktak, fordult 17 alkalommal fordult elő az elmúlt években halálos útátjárós baleset. A rendőrség szóvivője azt mondja, a kressz is kimondja, hogy vasúti átjárón csak úgy lehet keresztül hajtani, ha a sofőr előtte körülnéz, jön-e vonat, hiába működik a lámpa. Abban az esetben, hogyha működik a vasúti átjáróban a prizma, ez fehéren villog, ez nem jelenti azt, hogy nem fog közeledni vasút, hiszen előfordulhat, hogy ilyenkor is valami meghibásodás történik, és a vonat ennek ellenére a vasúti átjáró felé közeledik. Ilyenkor is mindig óvatosan közelítsük meg a vasúti átjárót, és csak akkor hajtsunk át, hogyha meggyőződtünk arról, hogy nem érkezik járműszerelvény. A vasúti átjárón tehát úgy átmenni, hogy előtte nem lassít le a sofőr és nem néz körül, szabálysértés. Ha pedig baleset is történik, akkor akár évekre börtönbe kerülhet a figyelmetlen autós.